Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő könyvklub epizódhoz, ami közel se lesz olyan nyugodt, mint az eddigiek, ugyanis biztosan láttátok már, hogy lett egy kiskutyánk, és nem olyan könnyű vele videózni, mint ahogy azt gondolnátok, úgyhogy valószínű, hogy menet közben tapancsolásokat fogtok hallani, és lehet, hogy valamikor a videó során meg is fog jelenni a képernyőn. Arra gondoltunk Barbie-val, rengeteg komment olvasás után, hogy változtatunk egy kicsit a felépítésén ennek a videó típusnak. Nagyon sokan kértétek, hogy legyenek olyan részek, amikor beszélek a könyvnek a tartalmáról, spoilerekkel, tehát hogy rendesen elmondom, és meg tudjuk beszélgetni egymás közt, és arra gondoltam, hogy próbáljuk ki, és meglátjuk, hogy hogy tetszik nektek. Úgyhogy, ha megnézitek alul a videónak az idővonalát, akkor látni fogjátok, hogy kiskártyákkal be lesznek osztva a könyvek, és megpróbálom nektek úgy beosztani, hogy lássátok, hogy mikor beszélek csak átfogóan róla, és mikor a valós tartalmáról. Sziasztok! Igen, szia, oké. Okay. Szerintem a lehető legjobb résznél kezdjük el egyébként ezt az új felállítást, ugyanis hoztam nektek pár olyan könyvet, ami érdekes volt, mondjuk úgy. Először szeretnék azokkal kezdeni, amiket Kindle-en olvastam, és itt szeretném kérni a te segítséged, ugyanis nagyon-nagyon sokan kérdezték, hogy milyen fajta, honnan van, mennyi volt, szeretjük-e, nem szeretjük? Nagyon szeretjük. Nagyon szeretjük. Kindle Paperwhite 3, azt hiszem a neve. Ezt majd megpróbálom nektek leírni. Majd belinkedek egyet belőle. Igen. Vízálló, ugye van háttérfénye, tehát éjszaka is tudsz vele olvasni, úgyhogy szerintem én nagyon szeretem. Mennyi volt körülbelül? Hát ilyen 42, tehát ez a drágább kategória az e-bookok között, de úgy voltam vele, hogyha megveszem, akkor a könyveket azt felleljük az interneten, úgyhogy visszajön az ára. Így néz ki egyébként, nagyon kis praktikus mérete van, de teljesen jól lehet rajta olvasni. Lehet állítani a betűméretet is, tök jó igazából. Két könyvet olvastam el rajta, kettő Colin Hoovert. Az egyik a Túlét volt, amit rengetegen mondtatok, hogy olvassak el. Ha valaki nem tudja, hogy melyik könyv az, akkor itt látni fogjátok mellettem. Beszéltünk már róla, hogy Colin Hoovernek romantikus regényei vannak. Ez se teljesen abban a kategóriába tartozik. Van benne természetesen az is, de megrázó, egy kicsit, mint az összes többi könyve egyébként mélyebb gondolatokkal is foglalkozik. Egy egyetemista csajszi a főszereplője. A könyvben meg fog jelenni egy férfi főszereplő is, és természetesen, ahogy mondtam, azért romantikus szál fellelhető a sztoriban. Villámgyorsan utolsó gondolatnak még a spoilermenteseknek elmondanám, ugyanis ez szinte az első oldalon kiderül, hogy egy nagyon erősen bántalmazó, elnyomott párkapcsolatban él a csaj, aki a főszereplő, és az egész történet erre van felépítve. Ez egyébként egy rendhagyó regénye Colin Hoovernek. Ez le van írva a könyv elején, hogy akkor kezdte el írni ezt a regényt, amikor nagyon sok romantikus, tipikus nyálas regényt írt, és amikor kicsit elege lett azokból a sztorikból, akkor szeretett volna valami teljesen mással foglalkozni, és igazából azt hiszem azt is írja, hogy nem tervezte ezt igazi regénynek, csak írkát, ahhoz képest elég jó lett. Fejezetenként töltötte fel valami blogra, nagyon megszerette a közönség, és folyamatosan kérték a többit. Legyen még egy fejezet, legyen befejezve, és a többi. És a vége az lett, képzeljétek el, hogy ilyen 180-190 oldalnál, vagy hogy, befejeződött a regény, és utána folyamatosan jöttek az epilógusok. Azt hiszem, hogy van belőle 4 talán, aztán van 2 prológus, és nagyon-nagyon érdekes, mert direkt úgy hagyták meg a nyomtatott verzióban is, ahogy ez annak idején megjelent ugye a blogon. És akkor ennyit az első részben, jöhet maga a történet. A főszereplő csaj nagyon rossz családi körülmények közül jön. Volt 2 iker öccse, értitek, az öccsei voltak ikrek, viszont mind a 2 beteg volt, az anyjuk pedig azt hiszem, hogy alkoholista, vagy drogozott, vagy én nem is tudom már, hogy mi volt. De a lényeg az, hogy nem foglalkozott a gyerekekkel, és az egyik gyerek, azt hiszem, hogy valahogy 6 évesen talán meghalt, a másikat pedig a
a csaj nevelte fel viszonylag tizenvalahány éves most a kisfiú, úgyhogy még gyerek. És a lényeg az, hogy a csaj tartotta el a kisfiút, aztán összejött egy sráccal gimibe, aki az első randiukon megcsókolta, megújjazta és elvette a szüzességét. Annak ellenére, hogy a lány nem egyezett bele, természetesen hatalmas traumát hagyott benne, viszont mivel nem volt hova mennie, ugyanis ott hagyta az alkoholista anyját, így összeköltözött a sráccal, és nagyon-nagyon durván függött tőle. Ezután az öccse bekerült állami gondozásba, rengeteg hazugság van egyébként a srác részéről, ha olvastátok, akkor tudjátok, hogy a végén kiderül, hogy hazudott neki az állami gondozásról. Bekamúzta, hogy ő fizette, mert már nem létezik az az állami ellátás, csak fizetősön, ezzel akarta magánál tartani, aztán a végén kiderül, hogy kiukasztotta az ószert, hogy teherbe ejtse a csajt. És a lényeg, hogy a csávó egyébként drogkereskedelemmel foglalkozik az egyetem területén. Második srác, aki megint csak főszereplő lesz, ő pedig egy beépített ügynök, és neki kellene felfednie ezt az egészet, csak nyilván menet közben beleszeret a csajba. És hát innentől kezdődnek az olyan hibák, amit egy beépített ügynöknek nem szabadna elkövetnie. De a lényeg az, hogy nagyon megrázó a történet. Többször van olyan jelenet, amikor szinte megerőszakolja a csávó a csajt, és a végén nagyon-nagyon komoly harc árán aztán sikerül elmenekülni a csávó elől, de nagyon sokszor utána megy, és a végén szomorú, de meghal a bántalmazó csávó, és ezzel lesz igazából egy olyan nyugalmas lezárása a könyvnek. Még egy e-bookot szeretnék megmutatni, ami egyébként hivatalosan nyilván nem e-book, tehát megvehetitek könyvformába is, de én e-bookba olvastam, kicsit túlmagyarázom a dolgokat, de értitek. Maybe Someday, Colin Hoover, egy nagyon-nagyon cuki történet. Megint csak egy egyetemista lányról van szó, aki boldogtalan a kapcsolatában. Nagyon érdekes módon beleszeret egy ismeretlen fiúba, és innen fog kialakulni az egész történet, és nagyon-nagyon szívet melengedtető az egész történet. Egy tipikus Colin Hoover fordulat van benne, viszont kivételesen nem ilyen szívbemarkoló, nagyon-nagyon durva dologról van szó. Természetesen ne értsetek félre, aki olvasta már a könyvet, nagyon komoly dologról van szó itt is, de közel sem olyan, mint az előző könyvek, amikről beszéltem nektek. Nagyon erősen egyébként zenei vonalon mozog a történet. Jaj, igen, úristen, ez nagyon aranyos. Képzeljétek el, a könyv elején elmondja Colin Hoover, hogy a könyvet egy zeneszerzővel együtt alkották meg, és amikor a könyvben említenek egy zenét, ami éppen akkor születik meg, akkor oda be van csatolva, hogy melyik dalról van szó, és a könyv elején egy QR kóddal meg tudjátok nyitni a lejátszási listát, és amikor olvasod a könyvet, akkor tudod hallgatni azokat a dalokat, amikről szó van is. Úristen! Annyira cuki! Nekem ez egy ilyen nagyon kis kedves extra dolog, úgyhogy ez kifejezetten tetszett. Na és akkor beszéljünk róla egy kicsit részletesebben is. A főszereplő lány boldogtalan párkapcsolatban él, amit egészen addig nem is tud, amíg bele nem szeret az idegen fiúba, aki a szembe lévő erkélyen minden nap 8 órakor gitározni szokott. Nekem is gitározhatna valaki minden este 8. És pár nap múlva egyébként ettől a rejtélyes fiútól fogja megtudni, hogy a barátja egyébként megcsalja a legjobb barátnőjével, és mivel a legjobb barátnőjével lakik a csaj, így elköltözik onnan, és természetesen a rejtélyes fiúhoz fog költözni, akiről nagyon gyorsan kiderül egyébként, hogy siket. Hát fantasztikus a történet, ahogy a lány elkezd vele kommunikálni, elkezdik egyre jobban megérteni egymást a fiú, megpróbálja bevezetni az ő világába, megpróbálja elmagyarázni neki a dolgokat, ugyanis a fiú emellett ugye zeneszerző a saját bandájukba, és fantasztikus az egész történet, hogy tud gitározni, hogy tud zenét szerezni, hogy hallja, ahogy a lány énekel. Az egyetlen egy kellemetlen dolog az egész történetben, hogy a srácnak egy 5 éve tartó párkapcsolata van, viszont összegagajodnak a csajjal, és a vége fele aztán nagyon-nagyon sok húzavona után szakít a barátnőjével a srác, és a végén össze fognak jönni a csajjal,
akit ugye szakított a pasiával. Kicsit kezd bonyolult lenni. És egy nagyon-nagyon komoly szerelmi vallomás után a srác megszólal, és elmondja a lánynak, hogy szerelmes belé, Barbie közben itt mindjárt sír mellettem. Annyira cuki könyv, hogy valami hihetetlen, úgyhogy azt is nagyon-nagyon ajánlom nektek. Két nagyon különböző könyvet szeretnék még villámgyorsan bemutatni nektek. Az egyik az a Barátod Carter. Nagyon laza, nagyon jó történet. Van benne azért egy kicsi dráma, egy kis csavar is, de ettől függetlenül egy ilyen leülsz, egy pár óra alatt elolvasod, nagyon kis kellemes könyv. Semmi nagyon durván megrázó nincsen benne, csak egy kis szerelem, egy pici csavarral. Úgyhogy ha egy tökéletes délutáni könyvet kerestek, akkor ezt ajánlom, és akkor jöhet az igazi részlet. Carter és Arizona legjobb barátok 4. osztály óta, ami igazából 5. osztály, de ez is egy nagyon aranyos kis vita az egész könyvben. Azt hiszem, hogy most végeznek gimibe, vagy már első éves egyetemisták. Lényeg a lényegben, hogy 4. és vagy 5. osztály óta ők legjobb barátok, és sose volt köztük semmi. De az egyik nap megváltozik valami, és mind a ketten elkezdik teljesen más színbe látni a másikat, és hát egymásba szeretnek. Természetesen erről nincsen kommunikáció, tehát ők nem szerethetnek egymásba, és nem is mondják ki egymás előtt, de hát alakulnak a dolgok, és előbb-utóbb lefekszenek egymással, nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, és utána a csajnak elfogadják az egyik felvételiét, ami egy francia suliba szól, és ő el akar menni oda tanulni, ezért a srác kitalálja, hogy hazudik neki, és azt mondja, hogy nem szerelmes belé, amiből óriási nagy botrány lesz, fél év, vagy több mint fél évig nem beszélnek, és utána, amikor hazaér, akkor egy hatalmas nagy vallomás keretein belül aztán elmondja, hogy ő végig szerette, és neki ő az igazi, és a végén természetesen összejönnek, és hatalmas nagy happy end a sztori. Vannak benne olyan részek, amik a fiú felől megkérdőjelezhetőek, hogy helyes volt-e, ahogy csinálta. Lány szemmel, de egy nagyon-nagyon jó kis könyv, úgyhogy ezt nagyon ajánlom mindenkinek. Laza. De a következő, az nem más, mint a Robi. Ennek raktam ki az elejét, amikor elkezdtem olvasni, ugyanis az ajánlása így hangzik, hogy ezt a könyvet nekem ajánlom, mert komolyan őrületes vagyok, megérdemlem. Mint minden könyvet Barbie-tól kaptam, és Barbie nem olvasta, úgyhogy ez nekem egy hatalmas kérdőjel volt, hogy mi is lesz ez a könyv. Nem szoktam elolvasni egyébként a könyvek hátulját, csak utólag, ugyanis nagyon szeretek teljesen vakon belemenni egy könyvbe. Barbie-nak se nagyon szoktam engedni, hogy elmondjon nekem róla dolgokat, körülbelül. Csak annyit, hogy szerelmi sztori, pszichotriller, körülbelül ennyi érdekel a dolgokból, de az sikerült neki elmondania, hogy ez egy meleg srácról szól, és ő még nem olvasta. Viszont tekintve, hogy én a hímet elolvastam, és az nagyon tetszett, mondtam, hogy ezt is szeretném kérni, és akkor utána járunk a dolgoknak. Nem biztos, hogy a kedvencem. Amit szeretnék előre elmondani, hogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, várom a véleményeket. Külső szemlélő meséli el a történetet, tehát van egy mesélő, és én ezt nem annyira szeretem. Sokkal jobban szeretem, hogyha egy per egybe van a sztori, viszont a könyvnek a negyedénél megérted, hogy miért így van, mert három főszereplő van a könyvben, és három főszereplőt nem nagyon tudsz egy per egybe eladni. Ezután a felismerés után is még mindig furcsa volt egy kicsit olvasni a könyvet. Ezen túl egy fiatal srácról szól a történet, aki egy olyan férfiba lesz szerelmes, akibe nem kellene, és ez okozza a bonyodalmakat. Maga a történet egyébként nagyon érdekes, ahogy elkezdesz rájönni, hogy valóban miről is szól a történet, nagyon rázós és érdekes, ugyanis nem egy hétköznapi dologról van szó. Nem feltétlen szeretnék róla túl sokat beszélni, egyébként van belőle több rész. Nem nagyon érzem a késztetést, hogy tovább olvassam, nem maga a történet miatt, mert egyébként a végére azt egészen megszerettem, de ez a mesélős dolog, ez nekem annyira nem fekszik, nem olyan kényelmes olvasni se, úgyhogy egy darabig jegelem, aztán lehet, hogy majd visszatérek hozzá. Jöjjenek a részletek! A főszereplő fiunk, Robi, egy főzőműsorban
beleszeret egy férfiba, egy francia séfbe. Szilveszter alkalmával, vagy szilveszter után egy-két nappal ráírt a csávóra, és ott tudjuk meg, hogy az oké, hogy a csávó az egy nagyon-nagyon szexi séf, de ő házas. Képzeljétek el, hogy az fog kialakulni az egész történetből, hogy a fiatal fiú Robi beleszeret a séfbe, a séf és az ő férje kinézték maguknak Robit, és beszeretnék venni a kapcsolatukba. Nem csak egy éjszakás harmadiknak, hanem konkrétan szeretnének kapcsolatban élni vele. Viszont ez csak később derül ki a történetből, és először nem nagyon érted, hogy mit akar a két 40-es csávó egy 20 pár éves fiútól. Durván szexuális tartalom van benne. Nagyon érdekes egyébként az, hogy amikor én mondjuk szerelmes leszek valakibe, akkor mi jár a fejembe, és mit gondolok a fiúról. Viszont amikor azt olvasod, hogy egy fiú mit gondol egy férfiról, amikor beleszeret, érdekes eszmefuttatás, úgyhogy nekem nagyon érdekes volt, nagyon tetszett. Azt hiszem, hogy ez a harmadik olyan könyv, ami meleg tartalmat dolgoz fel, és egyébként nekem kifejezetten tetszenek, valahogy van benne egy érdekes vonal szerintem. Összességében igazából ennyi a lényege, hogy be akarják szervezni ezt a fiatal fiút magukhoz. Előjönnek természetesen régi titkok, amikről soha nem beszélt. A séf például senkinek, akkor a fiú nagymamájának lesz egy balesete. Ezen kívül egyébként nincsen benne olyan nagyon nagy dolog, amitől extrán megragadó lenne. Tel is tele van szexuális jelenetekkel, nagyon részletesen leírt, és nagyon hosszú szexuális jelenetekkel. Egynek jó volt, de nem remegek érte, hogy a többit is igazából megrendeljem. Bármelyiket olvastátok, amiről itt beszéltem nektek, akkor arról beszélgessünk egy kicsit a komment részlegben, mert nagyon szeretem, amikor írtok nekem. És köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Még mindig várom a könyvajánlásokat, ezeket is hozzá fogom tenni a Goodreads linkemhez, amit leteszek megint csak a leírásban. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok nekem egy lájkot, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!